Idén is tartott edzőtábort az Asiara Karate Egyesület a ceglédi, a környékbeli, illetve az ország távolabbi városaiból érkező karatékáknak. A tábor szigorú és szoros időbeosztás szerint zajlott, amelyet elsősorban Abucki Csaba, valamint a segítői állítottak össze. A gyerekek reggel 5:30-kor kelnek, 6 órától 7 óráig edzenek, 7:30-kor megkapják a reggelit, 9-től délig edzenek, 2-től délután 4 óráig kivisszük őket a strandra, az akvaparkba, illetve a fürdő területére, ott egy picit lubickolhatnak, lazíthatnak, majd délután 5 órától este 7 óráig szintén edzenek, és este 7:30-kor ugye érkezik a vacsora, illetve éjszaka van éjféltől hajnal 1 óráig egy edzés, és másnap ugye ez ismétlődik, ismét 5:30-kor kelnek, és folytatódnak a programok, mivel nem csak ugye edzés, karate edzés, vagy csak ebben a formában foglaljuk le őket, hanem hál' Istennek érkeztek hozzánk lovasi jászok, lovasi jász bemutató, volt lehetőség lovagolni a gyerekeknek, érkezett hozzánk a katonai rendészettől egy kiképző, aki a tonfás gyakorlatokat segítette őket, érkezett hozzánk egy másik szervezettől egy sián, aki szintén jiu-jitsu gyakorlatokat mutott be, tehát teljesen színesítettük a programokat a gyermekeknek. Az elnök elmondta, bár a tábor napirendje szoros, a gyerekek mégis jól alkalmazkodnak hozzá, hiszen az évközi edzéseken is megtanulták és elfogadták a következetességet. A telefonokkal és egyéb kütyükkel a hét folyamán szinte egyáltalán nem foglalkoznak a fiatalok. Abucki Csaba kihangsúlyozta, az ökkenőmentes tábori napokhoz a szülők segítsége is kiemelten fontos. Nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől is, hisz az edzőtábor az étkeztetés megoldását a szülő segítségével bonyolítjuk le, ugye a reggeli ebéd, vacsorájuk, nagyon sokat segítenek ebben a kiosztásban. Amikor a gyerekek hazaérnek az edzőtáborban, akkor kapom a képeket, hogy hazaértünk, köszönjük, nagyon jó volt, nagy élmény volt, és küldik az alvó gyerekről készült fotókat. Abucki Csaba kitért az idei verseny eredményekre is. Idén már tudtunk versenyezni, és legutóbb ugye júniusban vettünk részt egy utánpótlás magyar bajnokságon, ahol a csapatunk 3 aranyérmet, 2 ezüstöt és 7 bronzérmet szerzett, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hisz meglepetés érmek is születtek, és annak ellenére, hogy ugye kevés lehetőség volt versenyrutin szerezni a gyerekeknek ebben az évben, vagy legalábbis nem kiesnek körforgásból. Nehéz volt fenntartani a motivációt edzésről edzésre, hisz nem voltak versenyek, nem az, hogy nincs miért készülni, de természetesen egy célokat kell kitűzni a gyermekek elé, és ettől függetlenül az ilyen nehezített úgymond pályán, hogy részt vettünk, és minden edzést próbáltunk a verseny szellemében eltölteni, nagyon-nagyon jól dolgozta a gyerekek, és ugye szép eredménnyel zárták. Az edző kiemelte, az önfegyelem, amit a gyermekek az edzéseken elsajátítanak, a mindennapi életükben is segíti őket. Hozzátette, ha a karatékák más városban folytatják tanulmányaikat, edzőjük ott is segíti őket. Abucki Csaba elmondta, a gyermekek állandó edzésben vannak, de saját magának sem enged pihenőt. A legközelebbi küzdelem Győrben várja őket szeptemberben.